mondom, de hát a tiszteletkör, mi pedig egy nagy tapsal biztassuk a Schuler család legkisebb tagjait is, hogy legyenek olyan bátrak motorral, kerékpárral, lehet az háromkerekű is. Tiszteletkört megtenni, ami ha jól látom, eltarthat egy ideig is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, milyen tisztelt emlékezzünk, milyen tisztelt zarándokok. Köszönjük szépen a Schuler család minden tagjának, hogy a tiszteletkörrel igazából megnyitották az idei zarándoklatot, a zarándok utat. A kerékpárosoknak, akik most elindulnak és 90 kilométert fognak megtenni, hogy majd újra itt legyenek a hősőterén. Ezúton is egy nagy tapssal, integetéssel. Jó utat! Szerencsés érkezést kívánunk! Induljon tehát a dr. Schuler Ágoston kerékpáros zarándoklat. Induljon az a zarándoklat, amely szól a Mátyás emlékévnek is. És az a zarándoklat, amely este 7:30 körül egészen biztos, hogy visszakanyarodik ide a hősök terére. Várunk mindenkit szeretettel és tisztelettel. Megemlékező ünnepségünk folytatásaként 7:30-kor a hősök terére mindenkit, hiszen számos kulturális programmal, valamint a kerékpárosok várásával, fogadásával is készülünk. Éljen a kis szüvek! Ember tenger,
a szem ellát. Lovak és harcosok visszakéri, ami visszajár. És a kezed hóban, télben, esőben, napsütésben, a régi haza visszavár. Adalnak immár 562. éves évfordulója alkalmából. Engedjék meg, hogy elmondjam, Zakar Ágnes vagyok, önkormányzati képviselő, emellett tanár, hogy mint városi vezető és mint történelem tanár is mély tisztelettel vagyok a rendezvény iránt, és tudom, hogy bár az országgyűlés 2011. júliusától tette július 22-ét Nándorfehérvár emléknapjává. Ennek ellenére a szervezők, ugye a BVSC-nek a zuglói szabadidő szakosztálya és a kedves civilek már 10 éve rendezik meg ezt a rendezvényt, és 10. éve része a nándorfehérvári hősöknek emlékének adózásnak ez a kerékpáros zarándoklat, amely a Hősök teréről indult. A Dunapartra képzeltem ezt a köszöntőt, és már biztos meghallották Budakalászon, illetve Visegrádig, meg a körútjukon sok helyen meghallják, de hogy milyen nagy nap 1456. július 22-e, amikor második Mehmed szultánnak a hatalmas serege áll Nándorfehérvár a mai Belgrád alatt, és ezt a maroknyi magyar sereg Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kapisztrán János vezetésével meg tudja állítani, ami tudjuk, hogy 70 évre megmentette akkori
Európát a Mohamed Ali török oszmán hódítás alól. És pont július 22-e az, amikor mondjuk Bonfini szerint 400 ezer török volt, más források szerint 150 ezer, mai tudomány szerint 70 ezer reguláris török haderő, és néhány tízezer irreguláris török haderő, de akkor is többszörös a mindegy 30 ezer magyar seregnek, ugye Hunyadi seregének, illetve Capistrán, Giovanni da Capistrano szerzetesnek a keresztes hadjárathoz össze toborzott serege. Már júniusban harmadik Kalixtusz pápa azzal fordul Európához, hogy segítsenek Nándorfehérváron. Hát a nándorfehérvári keresztes hadjárathoz ugye az angolok, franciák a nemrég véget ért 100 éves háború vesztesége miatt nem tudnak haderőt adni, német-római császárság sem nagyon igyekszik, de mégis összegyűlik egy olyan, és valószínűleg nem a számát tekintve volt ez egy nagy hadsereg, hanem erejét tekintve, hiszen képes volt a hatalmas oszmán birodalmat megállítani. Amikor már a támadáshoz zajlanak, akkor harmadik Kalixtusz pápa elrendeli a déli harangszót, először Európának azért, hogy könyörögjön a magyar harcosokért, majd pedig hamarosan közeledik augusztus 6-a, 1457. augusztus 6-a az az időpont, ami egy éves évfordulója annak, hogy megérkezett a győzelem híre a pápához Rómába, és ugye ez azóta is az Úr színeváltozásának napja. Feltétlenül a templomban erre fogunk emlékezni és gondolni, de minden nap gondolunk a nándorfehérvári hősökre, hiszen a déli harangszó minket erre emlékeztet, és először a könyörgés, majd pedig 1457-től, illetve a nándorfehérvári győzelemtől a hálaadásnak a déli harangszava, és én nagyon nagy hálával adózom önöknek, hogy erre emlékeztetik Magyarország népét, a magyarokat, mindnyájunkat, és mint történelemtanár, ez fontos feladatomnak tartom, azt hittem, hogy több gyerek lesz, volt egy év, amikor nagyon sok gyerek volt a gyerekek szempontjából is, de hát ha másik településeneket is gyerekeket, fiatalokat is meg tud szólítani ez a gyönyörű misszió. Ugye a BVSC Zuglói Szabadidő szakosztálya szervezi, és tulajdonképpen ez az idei év Mátyás év, hiszen Mátyás születésének 575. évfordulója, az 1485, ugye 560. évfordulója királyá választásának, tehát ezért is emlékezetes ez az esemény. Én azt szeretném elmondani, Szentendre város önkormányzata és minden hazáját szerető magyar nevébe a köszöneten kívül, hogy amit nagyon megköszönök a szervezőknek, és itt büszkén mondom, hogy képviselőtársam ugye Kuncsaba és a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület elnökeként lelkes szervezője ennek az eseménynek, a hősök terén zajló koszorúzásnak, Danyilakis Kata, a Reneszánsz Hölgyek Társasága elnöke, a tanácsadók, rendezők, Bodnár István, Hartman Mihály, Mátrai László, Sárközi Zoltán, Vastag László. Nagy tisztelettel köszöntöm dr. Sulek Ágostonnét, a szervezőbizottság tiszteletbeli elnökét, hiszen dr. Sulek Ágoston nevét vette föl a Zarándok út 2013-ban. Én szerintem a főtéren akkor én köszöntöttem önöket nagy meghatódással, hiszen Sulek Ágoston magyar bajnok és a Magyar Olimpiai Bizottságnak az elnöke volt egészen haláláig, és ennek a rendezvénynek egy főszervezője korábban. És nagy tisztelettel köszöntöm Foltán László olimpiai bajnokot és Janek Györgyöt, a BVSC Zugló Szabadidő szakosztály vezetőjét. Kedves zarándokok, vigyétek Nándorfehérvár hírét, vigyétek a magyar diadal hírét, nagyon jót ad, itt egy jó feltöltődés, beszélgetés kívánok kedves minnyájatoknak, és hajrá Nándorfehérvár, és hajrá 1456-os diadal. Köszönjük a rendezvény szervezését, és a zarándoknak, zarándok úthoz csak sok erőt és szép perceket, szép órákat kívánok. Köszönjük szépen! Óriási csapcsabrizás!
Sokra! Hajrá, hajrá! Most is köszönjük szépen! Fanni néni összeszedi a Van, aki katonadalokat énekel, van, aki ügyesen rejt egy népdal benne el, van, aki tényleg, és van, aki csak ide fújt a szél. Van, aki lélekből, van, aki másért, de legyen már egy a cél. Nem kell a háború, jó nekünk a vége, de lássa már meg az egész világ, hogy együtt vagyunk végre. De félnünk sem kell, árnyék mögé bújva, de érezze meg az egész világ, hogy együtt vagyunk újra. Magyarok, segítsünk, ahol baj van, magyarok, legyünk az átjáró a falban, magyarok, fogjuk meg most egymás kezét, végre egyszer hallgassuk végig egymás énekét. Van, aki eljön, és van, aki a világ állón megjelöl, van, akinek otthon jók a saki átomból elöl, van, aki hosszan gondolkodni, mosolyjelek. Akkor is, hogyha éppen nincsenek. Nem kell a háború, jó nekünk a vége, lássa már meg az egész világ, hogy együtt vagyunk végre. De félnünk sem kell, árnyék mögé bújva, de érezze meg az egész világ, hogy együtt vagyunk újra. Magyarok, segítsünk, ahol baj van, magyarok, az ágyáró a falban, magyarok, fogjuk meg most egymás kezét, végre egyszer hallgassuk végig egymás énekét. Magyarok, segítsünk, ahol baj van, magyarok, legyünk az ágyáró a falban, magyarok, fogjuk meg most egymás kezét, végre egyszer hallgassuk végig egymás énekét. Köszönjük szépen, hajlatot itt van a mi polgármesterünk is, valahol páruhába azért nem látják. Ez jó! És őt is az orráról lehet megismerni? Ne. Ez csak vicc volt. Én is csak vicc voltam. Közben telefonálgottam, mert lemaradtak egy páron. Tudom,
a telefon. Jönnek, leállítok, nem állnak meg egyre, se jönnek. Sebességet csak a bringája. Nem, hát Visegrád egyenes. Ha itt volt, akkor szeretettel lábelni, hogy mindig. Ha én nem, akkor valaki is tudni. Valaki megköszönjük, hogy már a mélyben, sár
Jézus magyar földben, legszebb bölcsök égen. Olyan fal vagyok, mely százat érből élet. Olyan fal vagyok, mely több ezer éves. Olyan fal vagyok, mint villámok csak mozza, de mindig menetéke van. Olyan fal vagyok, mely százat érből élet. Olyan fal vagyok, mely több mint ezer éves. Olyan fal vagyok, mint villámok csak kocka, de mindig menedéke van. Ennek a honnan megtudom, hogy lerakom a vizet. Megelőző halott. Sörbinnyét. Ezt a kis szerencsét a területen nagyobb az esélye, hogy a mesőkabát mindjárt. Azt ilyen, hogy lesz. Jó, nem? Nem azért maradt a végére mindig most itt az utóbbi időben, mert nem bírta, hanem azért, mert kértem, hogy fogja magát vissza. És nem is a legprofi kerékpárral, úgyhogy csak gratulálni tudunk a sportteljesítményhez. Köszönöm szépen! A vendéglátásért pedig köszönet a Kerékpáros Egyesületnek, a Visegrádi Sportegyesületet, kerékpáros szakosztályának. Akik évek óta várják itt a csapatot, és én... Ugye Nándor fejemnek, hogy miért is vagyunk itt, azon már sokszor esett van, úgyhogy ha megengeditek, én egy másik gondolatot hoznék most ide. Én már 7. éve van szerencsém fogadni a csapatot itt, köszönteni, és az idén végre részt tudtam ezen venni, és ezt leginkább azért tartottam fontosnak, hogy megköszönjem a szervezőknek, jelezzem a köszönetemet a szervezőknek, akik ezt az egész napos eseményt, a megemlékezést és a körzarándoklatot megszervezik. Én ma reggel kerekeztem a Hősök terére a hegyen át, ahogy majd ti is fogtok. Én a temetőnél el fogok búcsúzni, de a mai 90 kilométert Koltán Márfónak és Janek Györgynek ajánlom. Nagyon jó utat kívánok! Hát ilyen megtiszteltetésben nekem még soha nem volt észem, hogy egy polgármester 90 kilométert nekem adja. De szerintem ez több is volt neked, mint 90 kilométer. Hát ha nektek 90, akkor nekem is. Apró nem számít. Egyszer eltévedtem Szentendrén. Na ugye? Visszajöttünk volt 94 is. Koltán Laci, te hogy állsz ezzel? Hányszor hajóztál már innét haza? Sokszor. Hát nem mondom, hányszor. Még egyszer kell ajánlani. Látod? Mert irigy vagyok. Nem, vagy te irigy vagyok. Hát akkor lassan túlkerekedünk és... Egy pillanat. Kedves Ágoston! 10. alkalommal vagyunk itt Szentendrén, nálad 2013 óta, ugye jól mondom.
akkor kezdtünk el együttműködni, aztán súlyos módon itt hagytál bennünket. El is árultunk tegnap, TV 5-ben voltunk. Azt is elárultam, hogy be akarta perelni. Ilyen hülyeség miatt, hogy nem foglalkozol eleget a hosszú távfutással. Aztán jól megdicsértünk, hogy milyen gyönyörű Európa-bajnokságot szerveztél, hogy milyen nagyszerű TFSK-ket szerveztél. És hát ma este a Hősök terén ismételten amit te délben egyszer elmondtál, ha jól számolom, 8 évvel ezelőtt. Hallgass meg majd bennünket. Megkérem Dikfádi úr, a nagyszerű középtávfutó tehetsége, hogy legyen szíves helyezni el a megemlékezés koszorúját. Megy tovább! A hegyek között Erdélyben!
szia, mi van veled? Lehet, hogy máshol szebb a világ, de engem ide nevelt anyád. Hajrá! Tíz éjjel áll az úton, a bűncsorban tovább. A hegyek között erdélyben, vagy az óceán partján. Többnyi tíz éve az úton, hegyeket mozgatunk meg.
itt a harang szól, Nándorfehérvár 1456 címmel. Immár tizedik éve állítunk emléket a hősöknek és a hunyadiaknak a BVSC Zugló szabadidő szakosztály szervezésében. A török dúlás következményeként középkori emlékeink alig-alig maradtak fenn. Hunyadi Mátyás halotti pajzsa a párizsi invalidusok múzeumában látható, míg a Mátyás kálvária, Mátyás király házi oltára vagy a hosszú kereszt az esztergomi székesegyház legféltettebb kincse. Tisztelegve a hunyadiak emléke előtt a két műtárgy makethű másolata megtekinthető volt a nap folyamán itt a Hősök terén, és most is megtekinthető, Hunyadi János és fiának, Mátyás király szobrainak előtt. Hunyadi János így szólt Bonfini feljegyzése szerint Zimonyban halálos ágya körül álló gyermekeihez. Maradjatok meg, s haladjatok előre szilárdul a becsület érdem, nem egészen tövistelem, de minden esetre legbiztosabb ösvényén, melyen előttetek menni földi életem legfőbb feladata volt. Csicsis baba, helye baba, nincsen anyja, elvitte a török vasa. Nándorfehérvári diadal. Százezres haddal indult a szultán Európa kapujába. Miért nem akar dúlni, s nem múlni a harc? Miért nem örömtől kigyúlni az arc? Miért nem ölel, hanem öl az akar? Rajta veszt ki, legyőzni akar. Ki kardot ránt, kard által vész el. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Védőbástyánk az Istenünk, homlokunkon van keresztünk, tőle vagyon kereszt nevünk, az oszmánnak ellenállunk, ki kardot ránt, kard által vész el. Ha Isten velünk, ki ellenünk? Dugovics Titus életét áldozta, a törököt zászlóstól a mélybe rántotta, a bástyán nincs lófarka zászló kitűzve, török ágyúszótól hangos a sítság. Ki kardot ránt, kard által vész el, ha Isten velünk, ki ellenünk? Nándorfehérvári szent diadal, szóljon hát értem a így a dal, miért akar dúlni s nem múlni a harc? Miért nem örömtől kigyúlni az arc? Miért nem ölel, ha öl az a kar? Ki kardot rántott, kard által vész el, ha Isten velünk, ki ellenünk? Csodáld Európa, a hódító sereg előzve.
És ahogy láttátok, közben megérkeztek a biciklisek, hiszen ez egy sportesemény tulajdonképpen. Mindannyian érezzük magunkat sportolóknak, ezért akkor nekem is a jó. Megérkeztek, Hősök teréről indultak, csak elmondom a programot. Szentendrére a Budakalászon keresztül, Leányfalu, Tahitókfalu, Dunabogdány, Visegrád, Pilis Szent László, ez volt a legnehezebb szakasz, ha valaki átkelt ezen a szakaszon. Most, amikor a magyar nemzet egyik legnagyobb és legfontosabb hadi sikeréről, a Nándorfehérvári diadalról emlékezünk, ahol a magyar seregek Kunyadi János zseniális hadvezetésével megmentették nem csupán hazánkat, hanem az egész keresztény Európát a török, az iszlám inváziótól, fel kell tennünk a kérdést, hogy méltóak vagyunk-e nagy eleinkhez. Védjük-e, őrizzük-e hazánkat és nemzetünket úgy, ahogy ők tették, ha kellett komoly anyagi áldozatot hozva, de szükség esetén egészségüket, szabadságukat, sőt életüket is kockáztatva, ha kellett feláldozva életüket is. A Hunyadi János, a kitűnő hadvezér és kormányzó, és Hunyadi Mátyás, egyik legnagyobb királyunk, most nem csupán szoborként tekintene le ránk, hanem előttük állnánk, vajon nem bűnbánóan kellene lehajtani fejünket, vagy bátran, szégyenkezés nélkül a szemükbe mernénk-e nézni? Mit is találna a nagy hadvezér és a nagy király 2010 nyarán Magyarországon? Egy 90 éve darabokra szakított országot és évtizedekig magukra hagyott nemzetrészeket, de olyan vezetőket, akik most végre komoly küzdelmet folytatnak nemzeti, lelki és szellemi egyesítése érdekében. A merjünk kicsik lenni, a gyenge állam a jó politikáját félredobó, a merjünk nagyot álmodni, az erős Magyarország, erős Európa politikáját felvállaló nemzet stratégiát. Mit szólna a két Hunyadi, ha hallotta volna, nincs szükség erős hadseregre jelszót? Szállom mentén, támolt fel a hat,
a hazámért, miért lehetünk nálam akárhány, akárhány a vizsár. Megvédem a hazámat, és nem nagy lehet vár. Nálam akárhány, akárhány a vizsár. Megvédem a hazámat, és nem nagy lehet vár. Ott fényél a lángja, csillan, ég a nagy kerék. A köröknek a kettő elől nincs menedék. Európa népe, újjon gőző, van magyar! Ám elfelejtünk hamarosan, miért szólt a harang? Elfelejtünk hamarosan, miért szólt a harang? Elfelejtünk hamarosan, miért szólt a harang? Európa! Ez a hely akkor is a hazám lesz, ha bárki ki a borja is a lám lesz. Piros, fehér, zöld, így legyen, szóljon a himnusz az ünnepen. A piros a tűz, a fehér a lélek, a zöld a sarjadó fűz az élet. Piros a tűz, fehér a lélek, a zöld a sarjadó fűz. Köszönjük, hogy eljöttek. Jó éjszakát mindenkinek!